Sziasztok, Marika vagyok, Málna. Szörp fog készülni. Nem akartam. Láttatok egy legvárt, abban mutattam is, vagy hát lehet, hogy majd ezután látjátok, nem tudom. Abban mondtam is, hogy nem akarok Málna szörpöt, mert ugye raktam egy szörpöt, hát minek annyi szörp? De majd azt csinálom, hogy megpróbálom, hogy arányosan vagy aránytalanul keverni, aztán ha jó íze lesz, akkor így vegyessen. De amúgy a legfinomabb szörp, szerintem a Málna szörp, meg a legfinomabb gyümölcstorta is a Málna torta, de hát én szerintem, nekem legalábbis, Málna banánnal. Nagyon finom, de hát most azt hiszem, az nem lesz az idén. Na, az fog történni, hogy ide kimértem, hát amennyit eszettem, 1,5 kg ez a Málna. Pontosan 1,5 kg lett. Nincs megmosva, már éjjel esett eső, meg tegnap egész nap. Úgyhogy nem mostam meg, csak így belenézegettem minden egy, ahogy így eszettem, belenéztem, nincs ebben bogár, mert van az a fekete bogár, nem tudom a nevét, azt bele szeret beleülni. No, ide kimértem porkősav, kicsi kávéskonál, lehet a mokáskonál, néha olvasom mokáskonál, mit tudom én mi az, hát moka meg kávé, nekem egy kutya. No, de nekem van ilyen kicsi kis kávéskonalam, úgyhogy az egyik tele van borkősavval, a másik meg olyan félig. Ezt rá is szórom. Ezt is. És akkor egy nagyobb kávéskanál, de ez is kicsi, szalicil. Ezeket bele fogom botiszterezni. Viszont gyerekom, már jó lesz neki a lánképnek, talán. Na, egy kicsit megbot mixerezem, és akkor ugye mivel ez 1,5 kg, én ugye a Horváth Ilona szakácskönyv szerint csinálom 1000 éve, amióta megvan 40 éve, valahány. No, tényleg hány éve, 46. Na, és akkor ott ugye azt írja, hogy 6 deci víz, és akkor ugye amikor lecsöpök, akkor 1 kg léhez, 1 kg gyümölcs, de én nem úgy szoktam a Málnával, a többivel úgy, de a Málnával nem, a Málnát azt úgy szoktam, hogy ahhoz csak 5 deci vizet raktam, mert nem tudom, ez valahogy ilyen higabb, szerintem azért. Már nincs oda írva, hogy miért csináltam, de mindig így csináltam, oda van írva ceruzával, vagy örökironnal. Na, megtörtént, hozzáöntöm a vizet. Én úgy szoktam, hogy egy kicsit állítom, 1-2 órát, hát most nem tudom, hogy mennyit fogom állítani, és akkor ilyen tűzacskóba rakom, vagy amitek van otthon, ha elkészítenétek. Ez olyan egyszerű, mint a pofon, és elromolhatatlan, már ugye tömény cukor lesz benne, ugyanúgy, mint a megybe. Na, kettő botmixerem, mert egy is jó, ez is meg hallom. Jó, van ennyi elég. Ezt megmossuk. No, teszek rá egy tányéra, de nem is fontos, mert nincs itt benne bogár. Aztán mondom, egy olyan 2 órát állítom, és akkor tűzacskóba rakom, lecsepögtetem, majd talán tudom mutatni, de nem, ezt nem ígérem. Sok minden belekerülne, hogyha én mutatnám, hogy a lóg ez. Majd jövök. Na, akkor mutatom tovább. Ez 1000 éves ilyen, hát nem tudom mi ez, úgy kaptam valamikor nagyon-nagyon régen, egy kis darabot, csak egy kis darabot, úgyhogy 40x40-es lehet. Mindig ebben csinálom, úgyhogy látni is, már megfogta a sok mindenféle szörp. Aztán így kiszoktam mosni, vagyis hát legyen vizes, egy kicsit kimosom, hát utána is kimosom, tudjátok, rendesen, de most is megmostam, hogy ugye ne a szörpöt szívja be, hanem már legyen vizes. Hogy hát azt a Málnát. Hát aztán most ide belemerem. Aztán szépen föllógatom, van egy ilyen húzózkodó, egy ilyen kieső részen, ott hátul. Ugye a kis konyhára is elvertném, de hát ezt 2 székre is meg tudtam oldani, mikor 8. emeletre raktunk Szombathelyen.
Akkor volt, nem is tudom, hány méter hosszú, a 20 méter hosszú málna lugasunk is. Valamra voltunk ám mindig, mindig olyan vizetük magunkat. Még adtunk kisebb belőle. Mert olyan, hát ez rengeteg volt. Egy szalotta ült egy hatalmas kígyó, jó. Ott valahol a Bagolyvár fölött volt Szombathelyen. Most lakóházak is vannak ott. Gogett térkép is bemegy. És hát a Google autó bement oda. Hát a nevét már nem tudom az utcának. Na most ezt akkor ugye föllógatom, lecsöpög reggelig, mert most más termistőn fél nyolc van, vagy akkörült. Aztán akkor lemérem, és akkor mennyi a súlya, annyi kiló cukrot adok hozzá. Ennyi, kész. Majd jövök reggel. Két ilyen ruhacsipesszel csipeszeltem ki, mert ugye ez erős, meg fogja eserelt húzni. Aztán ebbe a műanyagba csöpögtetem bele, lehetne üvegbe is, lehet, hogy kimosom, aztán alárakom azt, így még bele a műanyagba. Ugye, ha hozzáér az ember, vagy hogy támegyünk mellette, nehogy ott összefecsögjön mindent. Na, azt nem fogom mutatni, de meg lehet oldani mindenki, ahogy tudja. Akár még itt is a konyhán is meg tudnám, csak akkor nem tudunk közlekedni. Na, majd jövök. Lemértem a lét, ugye lecsöpögött reggelre, ez a málna. És lemértem, és 1684 gram lett, úgyhogy én már este adtam hozzá 450 gram cukrot, hogy nehogy bol legyen itt reggelre ebben a melegben. Elkavártam, úgyhogy akkor már ugye az egy kis édességet ad neki. Meg én kinyomkodtam egy kicsit a mállát, azt írja ugye, hogy csak csöpögtessük, én nem csak csöpögtetni szoktam, én kicsit meg is nyomom, mert ez annyira sűrű ez a szűrő, hogy itten a süreje nem jön. Ez majd meg fog tisztulni, meglátjátok. Úgyhogy most még akkor hozzáadom a maradék cukrot, tehát összesen 1684 cukor kerül hozzá. Ez éppen olyan, mint a megyszörp, hogy a sok cukortól úgy eláll, hogy jaj. Hát ugye ez nem lesz sok, nem tudom, ez hány liter lehet, 3 körülbelül, végül is. Tehát még van rajt málna, majd valamit kitalálunk vele. Jó, hát most ezt, tehát most délelőtt van, inkább reggel. Most ezt itt estig hagyom, aztán szépen elolvad a cukor, letisztul és üvegbe rakom. Majd mosok üvegeket, hát ehhez nem kell sok. Nagyon finom illata van. Hát be kellett raknom az ajtót, ahol volt, mert az egész lakás tele volt, nem is tudtam volna aludni. Ugye a málnának annyira intenzív az illata. Én még nem bírom a nagyon erős illatokat. Na jó, van, majd jövök. Hát még azt elmondom, hogyha valamelyitek úgy veszi a málnát, akarnak készíteni ilyet, úgy veszi a málnát, akkor ugye lehet ám 6 deci vizet is önteni, és nem muszáj annyi cukrot, amennyi a lé, hanem lehet sokkal többet. Aztán azért vigyázni kell, mert az üvegből nehogy kése kelljen kiszedni, mert ugye vágható lesz, bekocsonyásodik. De biztos, hogy mondjuk egy kilóhoz nem egy kiló cukrot, hanem egy kiló 30-at is lehetne rakni, vagy másfél kilót is akár. És akkor ugye csak kevés kell, mikor vízzel vagy szódavízzel valaki issza. Nagyon kevés kell belőle a pohár aljára, az üveg pohár aljára, csak egy 2 milli. Nem mindegy, ugye, hogy mostan félig burítom az üveget, mert nincs íze ennek, vagy csak egy 2 millit öntök, mert olyan intenzív, meg annyira édes. Úgyhogy ezt lehet variálni, nem kell szabályokhoz kötődni. Ez nem romlik meg a cukor végét, meg hát ugye van már borkősav, meg szalicil is. Úgyhogy végül is ez agyomban tartósítva. Valamelyitek írta is azt hiszem, megynél, hogy ő neki van valamilyen
tartósítógép, vagy mi is, az nem is tudom, minek hívtak. Hát én nekem nincs meg, hát nem is veszek, mert minek én, nem játszok olyannal. Nekem ennyi év alatt nem lett ettől a szalicíltől semmi bajom, meg még biztos, hogy olyan gyógyszert szerek is, amiben szalicíl van, mert hát ugye a gyógyszeripar használja a szalicílt, úgyhogy én nem félek ilyenektől. Van olyan étel, amitől jobban félnék. Na, majd jövök. Elmostam pár üveget, hát nem sokat, mert nem sok ez az egész, ugye. Kisebbet, kicsit nagyobbat, ez lehet 3 decis, talán fél literes. Ez a kettő meg szerintem literes, ezt a lányom hozta ide. Nem tudom, hogy milyen szörpöket isznak a gyerekek. Na, akkor most ugyanúgy, mint a megynél. Beleszűröm. Általában műanyaggal csinálom, de hogyha nincs műanyagotok, jó az ománcodott is, de jó ám akármi. Mert hát mi baja lenne, ha elkészítenétek. Ez egy jó sűrű szövésű szita, ez mindent megfog. Úgyhogy azt szoktam csinálni, hogy mikor már tele van, mert ugye megtelik ilyen kis szöszmöszökkel, ami azért azon a tűrruhán átment, vagy hát az nem is tűrruha, hanem is speckó anyag volt. Hát nem tudom, 1000 éve kaptam, aztán megvartam ilyen kis zsáknak. Hát jobb lett volna, egy kicsit nagyobb lett volna az anyag, mert akkor ugye lehet, hogy a hosszúkásat akkor jobban kicsöpög, ha a hosszúkásra varjuk a zacskót, és csúcsosra a végét. Lehet, hogy jó ám akármi. Akár még függöny is egy-kettőt egybe fogni, hogyha nem olyan igen sűrű. Hát lehet, hogy 3 liter lesz. Aztán most már nem igen hiszem, hogy mast elraknék, mert ezek se kellenek. Megmondom őszintén, csak hát nem tudok mit csinálni vele. Na, egy tele van. A fiamnak, a lányom az persze azok a mértékkel isszák, de a fiamnak odaadom, az egy nap alatt megiszik egy ennyit, aztán meg is látszik rajta persze. Olyan édes szájú. Hát egészségtelen ám egyszerre sokat inni belőle, de hát mit lehet tenni? Most ha valakinek valamit odaadok, akkor azt nem szabhatom meg, hogy mit csináljon vele. Ha odaadja valaki másnak, akkor már abban sincs beleszólásom, mivel már odaadtam, ugye? Már jártam úgy, hogy adtam valakinek valamit, aztán az meg odaadta a másiknak, aztán ugye nem nekem hálálkodtak, hanem annak, akit ő kapta. Hát vannak ilyen furcsa dolgok. Ezért meg kell gondolni az adogatást. Nem is egy emberre jártam így. No. Hát körülbelül olyan 3 liter. Hát a rávaló kupakok, azok már megvannak. Ez még tűrhető, de annak már valami kínja van, meg ennek is. Úgyhogy rakok celofánt. Csak úgy rárakom, nem gumizom. Ráteszem, aztán rátekerem. Ilyen egyszerűen. Ez nem fog elromlani, bár a tartósító a sok cukor. Erre nem is rakok. Ezt majd megiszom. Joghurttal megeszem, nem megiszom. De végül is arra is rakhatnék holnapig. Na, végeztem.
Hát készültem vele, ugye ebben csak kevés van, hoztam egy kis malnát dísznek. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, írjatok kommentet, aztán ha elkészítenétek, akkor jöjj egészségetekre, majdnem jó időt mondtam, egészségetekre váljék. Remélem nektek is ízleni fog. Patron ajánlom. Sziasztok!